Nora Roberts, Északi fény. Ébresztett, hogy kézbe kell vennem az életem irányítását. Változások kellenek. Tartós változások. Szia! Ó, szia! Ne haragudj, hogy előre jöttem. Nem vagy éhes? Maradt egy kis szárított hús. Le kellene táboroznunk, kivárni a vihart. Hozta Lunacy Bunnyt. Üdvözlet Alaszkában. Végre találkoztunk, polgármester. Ó, csak hopp, mint a nyuszi. Piát? Nem, köszönöm. Ha a rezes bandára számít, vagy felvonulásra, csalódni fog. Csak az alapítók napján szokás. Szép bakancs. Köszönöm. Nem dicséretnek számít. Hideg van, ha? Ó, hideg. Drágám, akkor van hideg, ha letörik a mogyorója. Szinte balzsamos a tél. Úgy gondoltam, beviszem a városba, hadd rendezkedjen be. Mivel holnap van szilveszter, biztosan elintézne néhány dolgot, mielőtt két napra bezár minden. Ha akarja, beugorhatunk Rayhez. Övé a nagyáruház. Akarja? Tessék? Szeretne vásárolni? Nem, köszönöm. Maga tudja? Indulhatunk. Helyes. Itt fog lakni. A fogadó, a hotel, a bár, az étterem, a társasklub. Ilyenkor pangás van. Csak helyiek jönnek. Nyáron ellenben mindent ellepnek a turisták. A szoba az állással jár. Ha úgy dönt, hogy máshol lakna, azt maga állja, Vili. Üdv, Bing! Még most sem áll szóba velem? Bemutatom Nate Burns-t. Csicsakó. Igen. Ez azt jelenti kívülálló, nagyjából. Bing azért piparán, mert nem kapta meg a maga állását. Igazság szerint magára biztosan dühösebb. Jobb, ha hozzászokik. Egy helyit kellett volna felvennie. Ó, nem, Lunacy, aprócska hely. Kellett egy kívülálló, akinek egyikünkkel sincs kapcsolata, csak így végezheti el rendesen a munkát. Ne csináljon oda, ahol eszik. Jöjjön, itt lesz. Ő lenne az? Ó, hátrébb az agarakkal, Charlene. A szobájába viszem. Amint leléptem, rávetheted magad. Ő is az állásomra pályázott. Charlene, ó nem. Csak ágyba akarja vinni. Parancsol? Nos, maga jóképű fiatalember és télen nehéz férfit fogni. Bár ő nem kifejezetten válogatós, Charlene a fogadó, az öreg Heideltől örökölte.
Jó messzire került Baltimore-tól, Nate. Remélem tudja, mire vállalkozott. Nézze, foggatni fogják, miért döntött úgy, hogy eljön a nagyvárosból, hogy sheriff legyen a semmi közepén. Nem árultam el senkinek, mi történt. Különböző okokból vetődnek ide. Nem köteles beszámolni. Köszönöm. Nos, megtalál, ha kellenék. Köszönöm. Szép bakancs. Igen, már mondták. Nate Burns vagyok. És maga? Otto Gruber. Gruber helyettes, uram. Ó, maga is az állásomra pályázott. Jelentkeztem. Van a városban, aki nem akarta? Rendőrség. Fogadó, megkifivérek. Igen, értem, már is megyünk. Megkifivérek. Ez valami kócó. Meglátja. Állj fel! Szétrugom a fenecet! Elég volt! Hagyján! Abba hagyni! Ki a fene maga? Az új sheriff. A csicsakó. Gyorsan tanul. A részeges mester, te idióta! Nem mutassam ki a részeges mester! Márpedig a részeges karatemester a legjobb Jackie Chan film! A csúcsformában öreg! Hallják ezt a tudatlan barmot! Tudod ki a tudatlan? Tudja, mit ott túl? Mi nincsen rájuk? Tartóztatja őket. Na, miért? A McKiffy-vérek gyerekkoruk óta püfölik egymást. Bizony. Megszoktuk. Igen, ma este szilveszter van. A szeretetről és mulatságról szól. Nem gondolja? Nate? Na jó. Elmondom, hogy mi lesz. $100 fizettek Charlene-nak közrendzavarásért. $100? Fejenként. Ha éjfélig nem fizetik ki, Otto beviszi magukat, világos? Világos? Jó legyen. Teljes. A $100. Úgy gondolom, hogy az Istenek fegyverzete 2 a legjobb. Az Istenek fegyverzete 2, az a legpocsékabb filmje! Látom, az új sheriff már is a mély vízbe vetette magát. Burns? Max Haubecker. A holdkórossal. Nem vele. A holdkóros a heti lapunk. Ő Ed Vulcan. Sheriff. És Bingel szerintem már találkozott. Ők ketten városi tanácstagok. A politika különös hálótársakat szül. Hogy érted, hogy különös hálótársak? Megint kezdik. Hogy értette, hogy a különbözőségünk ellenére is összedolgozunk? Persze, pedig csak fennhéjázó széltoló vagy. Nem támogattam a felvételét. Dehogy nem. Ne vegye a lelkére, Nate, csak Lunacy nyári város. Pazarlás egy főállású sheriff, de ki tudja. Talán sikerül megcáfolni. Ed ráadásul a bankunk elnöke, és nem szívesen ad ki pénzt. Ő a feleségem, Kerry. Nagyon örülök. Üdv! Ed közölte, hogy maga ellen szavazott? Haragszik, hogy elhappoltam az állását. Nem bánt, hogy polgármester lett, csak nem értek egyet a módszereivel. Szóval, Nate, adna nekem interjút?
Kétlem, hogy érdekelném az olvasóit. Igaz, hogy tavaly magára lőttek? Hé, hey, sheriff, táncolna velem? Jöjjön, pörgesse meg az idős hölgyet. Elnézést. Gyere már, gyere, menjünk innen. Igazán röstellem Nate. Max nyomozgatott maga után. Általában nem szokott pletykálkodni. Adjon neki időt, majd alaposabban megismerik. Rendben. Mennyi időbe telik helyivé válni? Nos, látja John-t? 22 éve jött ide, hogy tanítson az iskolában. Ő az új fiú, bár maga most leváltotta. Nos, jó lesne egy ital, mit szól? Ígyunk. Helyes. Mi baj van a bakancsommal? Semmi. Feltéve, ha a szüreti bába megy Vermontba. Csak, hogy itt nem húzza ki benne a telet. Meggel igen. Nate Burns. Örülök, hogy végre megismertem. Végre? Mióta ide kerültem, mintha mindenütt ott látnám. Azért nincs még itt olyan régen, és ez itt Lunacy. Folyton összefutunk egymással. Maga az új sheriff, ha? Még. Nem táncolunk? Már is egy pillanat. Jöjjön, meg nem bánja, ugye meg? Nem, dehogy is bánom, sosem zavar. Ne kapd fel a vizet meg, hiszen szilveszter van. Talán legközelebb. Hm? Rendben. Parancsoljon, Nét. Mi volt ez az előbb? Van köztük némi, hogy is mondjam, cifódás. Meg ugyanis Charlene lánya. A lánya? 12 évesen szült? Nos, már 20 volt, ha jól tudom. Megapja, Pat Galligan, 94-ben lelépett, annyit sem mondott fapapucs. Charlene igyekezett lelkiismeretesen nevelni Meget, de néha sok apró sérelem egymásra halmozva világfájdalmat okoz. Polgármester asszony, igen, szeretném bemutatni Walkerékat. Hogy bocsássam meg. Kocintunk az új évre? Köszönöm, nem. Nem szeretem a pezsgőt. Ez szinte anti-amerikai. Nem. Ha nem innék sört, akkor lennék anti-amerikai. Na, lefeküdt már az anyámmal? Tegnap óta? Nem. Charlene-nal eltér az értékrendünk. Nekem ugyanis van. Értem már. Már elmesélték meg Galligan szomorú történetét. Apuci lelép, magányos lesz, anyuci meg a város szaljája. Ez nem egy country dal. Mi jót csinál itt Burns? Ebben a pillanatban talán várom, hogy jéggé fagyjon a szemgolyóm. Tavaszig sem fogja kihúzni. Mindig ilyen szókimondó. Nézze, kétféle nép van itt a mi kis városunkban. Turisták és helyiek. A turisták júniustól őszig jönnek. A helyiek maradnak. Általában menekülnek valami elől. Nem vagyok turista. Szerződést kötöttem. Hűha! Szerződést kötött. Nem semmi. Maga mi elől menekül? Nem. Csak akkor árulom el, ha maga is kitárulkozik. Nézze csak! Mi az? Ez az északi fény. Télen a legszebb, de akkor túl hideg van, hogy élvezzük. A ma este nagyszerű kivétel. Igen, már hallottam róla, láttam fényképeken, de ezt nem tudja visszaadni. Igen, ez minden jóra igaz. Sok mítosz kering az északi fényről. Az egyik szerint a fény a halottak lelkéből árad. És ha gyorsan villognak, halott rokonok és barátok akarnak üzenni nekünk.
Kettesben maradtunk. Jobban végződik az év, mint hittem. Nem akartam megijeszteni. Szó sincs róla. Nem ijesztett meg. Azért berezelt. Nem, dehogy. Csak tudja, most nem... Nem állok készen egy... Egy kapcsolatra? Se baj. Én sem igazán. Csak lövöldözve ünnepel egy rakáspiás. Meg lehet, hogy így van. Azért én utána nézek. Természetesen. Hiszen szerződése van. Jobb, ha indul. Boldog új évet! Jó reggelt! Hallom, hogy már a havazás várható. Most mondja meg! Hó! Alaszkában. Kösz az időjárás jelentést. Uram, segíthetek valamiben? Igen, nálunk 14-10-nek nevezik. Jelentési űrlap. Tudja, a mekik elgondolkodtattak. Hol tartja a jegyzőkönyveket? Lunaszi rendőrség, Gruber helyettes. Lassabban, Linda, nem értem. Mióta? Rendben. Nem, majd visszahívlak. Van egy kis probléma. Steven és a barátja csütörtökön indultak útnak. A névtelehegyre mentek, hogy megmásszák. Ez az útvonal. Két nap alatt biztosan elérték az északi hágót, vagyis 6 óránk van megtalálni őket, mielőtt kitörne a hóvihar. Ez is a mi dolgunk. Lehozni az embereket. Ha nem tesszük, a kölykök megfagynak. Hóviharban fagypont alá süllyed a hőmérséklet. Hogy jutunk oda? Csak egy módon lehet. Rosszat. Semmi rész. Loki, lábhoz! Ügyes fiú. Mit akar Nate? 2 kölyök a névtelen hegyen rekedt. És közeledik a vihar. Tehát azt akarja, hogy vigyem fel? Úgy van. Maga itt az egyetlen pilóta. Ez nem igaz. Otto azt mondta. Persze. Otto. Milyen vicces ez az Otto? A másik a városon kívül van. Órákba telne riasztani az államiakat. Ne legyen nyúnyec, kérjem meg. Megtettem. Nem hallottam. Rávett, hogy jelentkezzek, az nagy különbség. Nyúnyec? Még mindig nem kért meg rá. De nehéz magával. Segítene? Kérem. Szívesen, Nate. Kész örömmel teszem. Tessék, nehogy összehányja a gépemet. Jól vagyok. Ezt szándékosan csinálta? Miért lett pilóta? Családi örökség. Apám szerint az ég számtalan lehetőséget rejt. Miért lett Jaro? Szeretem a szabályokat. Vajon miért nem lepődtem meg? Attól megszeghetem őket. Hé! Hey, látom az egyiket. Itt vagyunk! Hé! Hey! Le tudsz állni? Hotel Yankee. Folytassa, Yankee. Megtaláltuk az egyik kölyköt. Vettem.
te vagy Steven Thompson? Igen. Burn Sheriff vagyok. Szupi, örülök, hogy látom. Elviszünk, mielőtt kitörne a vihar. Hol a barátod? A halott fickóval van. Hol? Jöjjön! Jöjjön! Hol van? A zseblápát. Nézze! Jézusom! Hiszen ő az apám. Jó, mondja meg, hogy sietek, ahogy tudok. Segíthetek? Nem. Na jó, most visszamegyek, kovenőrmester hívott. Ki tartja vissza? Ugyanúgy néz ki, mint 15 éve, amikor elment. Mert a hideg konzerválta a testét. Sosem hívott, sosem írt. Van róla fogalma, milyen így felnőni? Most már nem haragudhat rá. Én nem is rá haragudtam. Remek. Charlene. Most elmondhatom neki. Kobenőr mester? Ha? Burns Sheriff. Remek. Üdv. Nocs mint. Jól. Pompás. Most tisztáznunk kellene a körülményeket. Igen, Anchorage-ba visszük Pat Galligan tetemét. Írja alá a beleegyezést. Most miről beszél? A város határán kívül találták. Az a mi illetőségünk. A gyilkosság a hegyen történt, de esélyes, hogy a tettes városbeli. Erre lenne is bizonyíték. Gyilkossági nyomozó voltam egy nagyvárosban, és megbízom az ösztöneimben. Igen, de most már egy kisvárosi sheriff Alaszkában. És ez az ügy az enyém. Igaza van. Sok sikert, uram. Ha, teljesen kikészítesz, de csak blöffölsz és emberedre akadtál. Mi újság? A szokásosnál is komorabb vagy. John, megbocsátanál nekünk? Ó, szörnyű lehet, ha tanút sem akarsz hozzá. Anyu, kérlek. Hogyan? Semmi baj. Vár a dolgozatjavítás. Viszlát később. El kell mondanom valamit. Halljam. Ó, Jesszusom. Talán terhes vagy? Nem. Beteg? Hallgass már végig, anya. Apuról lenne szó. Ha felhívott és pénzt kunyerált, elfelejtheti. Apu meghalt. Ráadásul régóta halott. Egy barlangban volt a hegyen. Belevágtak egy jégcsákányt, és hagyták meghalni. Meggyilkolták? Mikor? Talán miután elment. Talán már 15 éve. Ó, Istenem! Édes Istenem! Ne, Pet! Pet! Hát nem hagyott el minket, tehát mindvégig halott volt. Igen. Pedig azt mondták, látták egy másik nővel. Pet. Most már el kell mennem. Meg, kérlek, maradj. Kérlek, maradj. Nem, maradj. Pat Galligan árnyékként vetődött az életünkre. Elment, és nem túl kedves emlékeket dédelgettünk róla. Azzal vádoltuk, hogy gyáva volt, elhagyta a családját, és most együtt kell élnünk a balit élet bűntudatával. Talán sohasem tudjuk meg, mi történt a hegyen, de amíg gyászolunk, emlékezzünk Petre a barátunkként, és arra, hogy miért szerettük. Igyunk Pat Galliganre, hogy végre békére legyen. Petre. Petre.
Pat sem szeretné, hogy Max elég nehezen viseli. Jóban voltak? Senki sem állt közel Pathez. Hogy bírja Charlie? Nem őt kéne kérdeznie? Észrevettem, hogy a szabad idejét jó részt a fogadóban tölti. Szeretem a kosztot. Na igen, én is, de nem vacsorázom ott minden nap. Nézze, Charlene ugyanúgy összetört, mint mindenki. Mindnyájan azt hittük, jól ismerjük Pettet. Most kiderült, hogy tévedtünk. Kiderült, hogy hiba volt haragudni rá. Milyen ember volt? Pat? Megnyerő. És felelőtlen. 2 évvel azelőtt jöttem, hogy távozott. Ha megkért minket valamire, megtettük, mert azt magunktól biztosan nem tettük volna. De egy férfi, aki kihívásra késztet, sok ellenséget szerez. Mégis mit művelt? A könnyedsége és ambíció hiánya révén megtehetett bármit. Pat alkalmanként más nők társaságát is élvezte. Nem volt tisztességes férj? Egyáltalán nem volt férj. Charlene-nel nem házasodtak össze. Egy jó tanács, Sheriff. Lunacyban többnyire semmi sem az, aminek látszik. Bocsánat, én csak... Üdv! Üdv. Telefonálhattam volna. Ő Jacob. Jacob önnét, az új sheriff. Indulnom kell. Oké, majd megszerzem azt a könyvet. Nem bánja, ha bemegyek? Dehogy, jöjjön. Lunacyban lakik? Ugyan van itt egy házam, de többnyire a levegőben vagyok. Ó, maga is pilóta? Megmesélte, hogy maga talált az apjára. Igen. Ismerte őt? Igen. És ha engem kérdez, Pat azt kapta, amit érdemelt. Parancsolj. Köszönöm. Vigyázz magadra. Jóval. Hamarosan jövök. Rookie, nyugodom, semmi baj, nyugi. Nem veszi le a kabátját? Na, nem, megfagyok. Szóval, maga is Jacob? Igen, gondoskodik rólam. Mintha a második apám lenne. Ő volt az apám legjobb barátja. Valaha. Ő tanított meg repülni. Értem. Csak nem gondolta azt, hogy együtt vagyunk. Honnan tudhattam nem volna? Nem látta, hogy mennyivel idősebb? Néhány nő azt szereti. Azért jött, hogy értékelje a magánéletemet. Nem, Kobönőrmester nem sokára felhívja. Ó, tehát őt is érdekli a magánéletem. Nem, senki se érdekel a magánélete. Az apja meggyilkolása az államiak fennhatósága alá tartozik. Miért? A gyilkos bizonyára Lunacyban van. Egyáltalán miért jött Nate? Fel is hívhatott volna ezzel a hírrel. Persze. Nem volt a vérasztáson. Ó, szóval ennyire aggódott miattam. Nem. Pedig úgy tűnik. Csak furcsáltam. Sok szépet meséltek az apjáról. Eljöhetett volna. Pontosan ott voltam, ahol lennem kellett. De azért kedves, hogy aggódik értem. Miből gondolja, hogy a gyilkos Lunacyban van? Apám 94 novemberében ment el. Ősszel csak úgy indulunk el, ha megbízunk a társainkban. Ismernie kellett őket. Őket? Télen legalább 3-asban mennek hegyet mászni. Apám felelőtlen volt és impulzív, de mindig legalább 2 társal ment, és... sosem ment volna egy idegennel. Most hallom másodszor, hogy felelőtlen volt. Mire emlékszik még róla? Aznap egész kora reggel indult el. Még aludtam, feljött, hogy búcsúpuszit adjon.
Hogy mire emlékszem? Hideg volt az arca és cédrus illatú. Mókás volt. Értett a kártyatrükkökhöz és kis ajándékokat hozott. Elfelejtettem, hogy akkor még gyerek volt. Maga okosabb, mint az állami rendőrök. Magának kéne intéznie. Azért jöttem, hogy elkerüljem az ilyen ügyeket. Miért? Tavaly ránk lőttek, és a társam, a legjobb barátom meghalt. Hogy történt? Ez elég bonyolult történet. Jó. Akkor ne faggasson a dolgaimról, és én sem firtatom a magáét. És most, hogy kifogytunk a mondandóból, van kedve szexelni? Tessék? Szexelni, Nét. Van kedve tüzes, izzadt, búfelejtő szexhez? Elemi, ösztöni, jó érzés, és nem is hízlal. Igen, gondolom, és hálás vagyok az ajánlatért. Á, maga sosem lazul el. Egy kis kikapcsolódásra vágyom. Mókából. Maga egész helyes. És engem dögösnek talál. Miből gondolja, hogy így van? Abból, ahogy most is néz. Felvenni a vörös pufi jacket? Várjunk csak. Minden pasival ezt csinálja. Nem. Borzasztó. Válogatós vagyok. A hálószoba? Kanapé. Oké. Hetente számíthat rá a holdkoros heti lap. Mondtad, lezuhant. Belementem, hogy tartom a számot a pénzért, mert azt hittem baleset volt, de megölted. És bűnrészes lettem. Hetente számíthat rá a holdkoros heti lap. Nem bírom tovább. Bocsássatok meg, én öltem meg Pat Gallaghant. Csatlakozom hozzá a pokolban. Max Haubecker. Hívom az államiakat. Elment az éjjel, nem tudom, nagyjából 10:30 körül.
Azt mondta, van még egy kis dolga. Maxnek volt pisztolya? Egy 22-es. Alaszkában mindenkinek van pisztolya. Igen, egy 22-es. De miért gyilkolta volna meg magát? Te mit kerestél itt? Max tegnap reggel felhívott, hogy cikket ír apuról, és meginterjú volna. Mióta volt Maxi az újság? 94 óta. Akkor tűnt el Pat Galligan. Barátok voltak? Néhányszor együtt másztak hegyet. Miért akarta volna Max megölni Petet? Mi a fenére akarsz kiukadni? Volt rá oka? Carrie, Max búcsúlevelet hagyott a számítógépén. Megmutatom, de nem lesz könnyű. Ez hazugság. Aljas hazugság. Max soha életében nem bántott senkit. Hogy merészeli? Max sosem ölt meg senkit. Meséljek neked Maxről. Ő tanított lassúzni, hogy ne nézzenek idiótának az első bálomon. Hagyta, hogy csaljak monopolin. Nem egyszer megkönnyítette az életemet, de te nem is róla akarsz beszélni, hanem vádaskodni akarsz. Sajnálom, ha helyteleníted. Hogy beszélhetél így vele? Van róla némi fogalmat, hogy mi megy keresztül? Igen, el tudom képzelni. Tudom, milyen elveszíteni valakit. A társad. Ó, persze, nem akarsz róla beszélni. Jobb szereted magadba folytani az érzéseidet. Nézd! Ha bele akarsz avatkozni, hát láss munkához. Vagy kezdtesz csomagolni. Burn Sheriff. Igen, épp itt van. Rendben. Úgy lesz. Kobanőrmester hívott Anchorage-ból. Azt kérdezi, mit tervezel az apád maradványaival? Sheriff? Hey, Meg! Burns! Burns! Miben segíthetek, Mr. Vulkát? Az éjjel betörtek a horgászkunyhomba, és elvitték a botjaimat. Tegyen feljelentést az irodában Ottónál. Méltányolnám, ha maga intézkedne, igen drága holmik. Abban biztos vagyok, Ed. Talán nincs tisztában a pillanat jelentőségével, Nate. Szívességet kértem. Nem sűrűn kérek szívességet, tehát figyelhetne rám. Csak egy kisvárosban fontosabb egy piti rablás az újság szerkesztőjének halálánál. Mi? Max meghalt. Ó, Ed. Sajnálom, Ed. Egyszerűen borzalmas. Jól vagy? Nem. Miért ölte volna meg Max aput? Semmi értelme. Nem, tényleg nincs. Ha tényleg megszölte meg aput, miért nem ment el? Miért telepedett le és várta, hogy megtalálják aput etemét a jégcsákánnyal? Mindig azt hittem, Pat Anchorage-ban van. Miért pont ott? A távozása előtt. Összevesztünk. El akartam költözni valahová, ahol állást kaphat. Hát elindult Anchorage-ba. Gondolom azután döntött úgy, hogy mászni fog. El kéne mondanod Nate-nek. Ugye belopta magát a szívedbe. Egyébként meg azt kérdezi, mi legyen apu tetemével. Te mit gondolsz? Nem érdekel, mert szerintem nem érdekes, mi lesz a tetemével. De nagyon fontos. Hogy tudtad őt szeretni, Charlene? Tessék? Azt hitted, elhagyott. De még ennyi idő után is szeretted, láttam az arcodon. Pat volt a nagy ő. Az csak egy van az életben. Azért fekszel össze mindenkivel, mert annyira szereted aput?
Fogalmat sincs, mi ennyire szeretni valakit, aki tökéletesen semmibe vesz. De igen, van róla némi elképzelésem. Én sosem vetettelek meg. Sokkal jobban hasonlítunk egymásra, mint hinnéd. Lefeküdtem sok férfival, mert egyikben sem tudtam megbízni. Te kerülöd őket. Ugyanabból az okból. Mindegy, csak gondold meg, mi legyen vele. Bizonyára pilótát bérelt. Közvetlen Anchorage-ből ment a hegyre, csak repülővel juthatott oda. Szerintem el kéne hamvasztani. Igazad volt. Hárman voltak fent a hegyen. Beceneveket használtak. Pat volt Luke Skywalker, Max lehetett Han Solo, és a harmadik Darth Vader. Honnan tudod mindezt? Az apád naplójából. El kéne olvasnod. A mászásról szól. Azt írja, hajtotta a Speed. Honnan szerezted? Az államiaktól. Visszaadták apád személyes holmiát. Lezárták az ügyet. Hogy zárhatták le? Max bevallotta. Ezzel vége. Mit kutatnának egy régi gyilkosságban? Hát, mondjuk az igazságot. Az igazság jó lenne. A napló bizonyítja, hogy nem megölte meg aput. Azt bizonyítja, hogy apád drogozott a hegyen és szerette a Star Wars-t. Akkor ennyi? Vége a játéknak, elfogadott és tovább lépsz? Nem az én ügyem. Jól van. Tételezzük fel a beszélgetés kedvéért, hogy a te ügyed. Mit gondolnál? Úgy sem számít. Számomra mégis fontos. Nem hiszem, hogy Max volt a gyilkos. De ha nem Max volt a gyilkos, akkor miért lett öngyilkos? Nem tartod öngyilkosságnak. Max a vérrasztáson össze volt törve. Talán akkor tudta meg, hogy apát halott, amikor megtaláltuk. Ez egy kisváros. Vagyis? Vagyis tombol a tél. Ide csak repülővel jöhetnek. Tudjuk, ki jön, ki távozik. Csak te vagy újonnan jött, tehát ha nem te ölted meg, közülünk tették. Jó, hogy nem az a baj, hogy elhontattad a kocsimat, Pink. Felhívtuk Bölcseriffet, felhívtuk Ottót. Akkor meg mi bajod? Minek hívtad őket? Esküszöm az úrra, el foglak gázolni. Mi folyik itt? Nem mész sehová. Végtére is ez városi ügy, Bink. Ide figyel. Miről van szó? Ah, mindjárt elmondom, sheriff. Ez a horgász felszerelésem, amit ellopott. Ez hazugság! Honnan szerezte ezeket? Találtam. Találta? Igen. Éppen dolgoztam, amikor megláttam a furgon hátuljában. Oda pottyant. Na jó, jöjjön, menjünk. Te hogy megyek magával? Felvenném a vallomását, Bink. Hey. Én csak... Tedje le a puskát! Csak nem Tedje szeretném, le. Hiszen csak kivettem! Tedd már le azt az átkozott puskát! Jó, akarja, felveheti a vallomásomat. Nem akartam töltött fegyvert hagyni a furgonomban. Letartóztatja? Nem. Nem? Nézed, visszakapta a holmiát. Még nincs meg a kesztyűm és a késem. Majd köröztetni fogom. Fölösleges szellemeskednie, Burrs. Bing ellenállt a letartóztatáskor, de a rablásra nincs bizonyítékunk. Elég ostoba kifogás lenne, hogy csak úgy találta, ezért gondolom, hogy igaz. Tudja, hogy maga csak egy rendőrnek becézett vicc, még megbánja ezt a napot, ahogy te is. Mit akarsz tenni? Bevonod a hitelkártyámat? Na jó, ebből elég.
Tessék, Bing. Álljon csak meg. Másztak hegyet Pat Galligannel? Otto mondta, hogy lezárták az ügyet, ezért nem lehetek gyanúsított. Mindenki mászott már Pettel. De mindenki csak egyszer tette meg. Kitalálom. Felelőtlen volt. Ez ő. Ő az apám. Hű, bevallom, egy igazi szidvisőzre számítottam. Hűha. Istenem. Az anyád dögös volt. Anyához képest jó dögös. Ez Hopp? Igen, és a férje. Néhány évvel ezelőtt halt meg. Ő volt a polgármester. Hopp átvette. Jacob. Ed Vulkát, a nehéz fiú. Ed nem vészes. Habár úgy hallottam, akkoriban elég vad volt. Na, igen, mennyire? Azt mondják, nem jobbra, hanem balra fésülte a haját. Miért nem bírják egymás Binggel? Jó reggelt! Amikor Binga a vontatással kezdett foglalkozni, ettől kért kölcsön. Ed visszautasította. Bing 15 éve fizeti az anyjának a kölcsön. Bingnek van anyja? Igen. Max. Kerry. A Meki fivérek. Itt van John. Parancsoljon, Charlene. Köszönöm. Viszlát a jövő héten. Hadd segítsek. Fogom. Otto mosolyog. Tehát van foga. Istenem, ez őrület. Ők szinte a családom, és egyikük megölte aput és Maxet. Charlene felvetett valamit. Szerinte apu annak idején Anchorage-ba ment. Nem is tudta, hogy mászni ment. Valaki repülővel vitte oda. Jacob. Nem, Jacob elmondta volna. Egész biztos. Benne meg lehet bízni. Hát jó. Mi dolga volt apádnak Anchorage-ban? Gondolom, kaszinózott. Charlene nem egyszer húzta ki a bajból. Istenem, és végig szekáltam. Őt okoltam, hogy miatta ment el apám. Pedig nem is tehetett róla. És én sem. Az önvád fárasztó érzés, nem? Táplálod. Életben tartod. Mi történt Baltimore-ban, Nate? Annak semmi köze hozzánk. Ha nem mondod el, köztünk nem lesz semmi. Előbb emészd meg a múltadat. Mérföldekre a semmi közepén. Másra sem tudok gondolni, csak arra, mennyire szeretnék hazamenni. Hiányzik meg apró kis keze a tenyeremben. A sétáink. Amikor az égre tekintve a lehetőségeket kutatjuk. Ő az én lehetőségem. Nős voltam. És a feleségem megcsalt. Amikor rájöttem, felhívtam a társamat, mert beszélnem kellett valakivel. És iszogatni. Rávettem, hogy hagyja ott a családját, és pátyolgasson engem. Amikor beléptünk a bárba, épp egy drogügyletet bonyolítottak. Nem tehettük meg, hogy sarkon fordulunk. De én akartam bemenni. A díler kétszer ránk lőtt. Megölte a társamat. A temetése alatt kórházban voltam. Ne, itt nagyon sajnálom. Szóval miattam halt meg. Özvegyítettem a feleségét. Szerettem őket, erre tönkretettem az életüket.
Azóta még fel sem tudtam hívni a nejét. Jól ismerem az önvádat. Az önvád vett rá, hogy elrohanjak Alaszkába. Csak hogy nem élhetsz így. Mi más tehetnék? Tudnod kell, hogy ezt nem teszem meg akárkinek. Ja. Igen. Tudod, te aztán értesz a sajthoz. Nem a sajt a lényege, hanem hogy egyenletesen pirít. Ez lenne a titka. Kösz, hogy ideadtad apám naplóját. Érdekes olvasmány. Gondolom, te annak tartod. Az a furcsa a sebeknél, hogy fájdalommal jár, de amikor meggyógyul, a heg környékén a bőr sokkal erősebb lesz. Fel kell hívnod. Hívd fel a társad nejét. Lenne kedved egyszer elmenni valahová? Randizni akarsz? Az lenne az első randink, valami őrültséggel. Megvacsorázhatnánk, moziba mennénk. Megnézem a naptáromat. Tudod, hogy mi ez? Ez az élet egy tökéletes pillanata. A szendvics teszi. Elmehetnénk moziba. Vagy köthetnénk zoknit. Vagy esetleg kitakaríthatnánk a fürdőszobát. Tegnap volt látogatód? Az éjjel hallottam Rokit ugatni. Rá akartam nézni, de abba hagyta. Bárki volt ismeri Rokit annyira, hogy elcsitítsa. Úgy tűnik, valaki ellenőrzi a serifet. Valaki figyel minket. Max apád eltűnése után vette az újságot. Igen, valahonnan pénzhez jutott. Honnan? Azt nem tudom. Ideje végre munkához látnunk, mielőtt újabb gyilkosság történne. Úgy tudom, 94 novemberében egész hónapra elutazott. Szabadságra mentem. Ez igencsak különös, hogy a tanít közepén menjen szabadságra. Tanított már középiskolában? Hé, 94 novemberében? Arra sem emlékszem, mit csináltam a múlt héten. Sajna én sem. Thank you.
novemberében szereltük be az új széfet. Ezt személyesen intézte? Nem, dehogyis. Tehát nem adhat számot minden egyes napjáról. Ó, a napjaimról számot adhatok, de a gyanújáról nem. Hogy juthat egyáltalán az eszébe, hogy a névtelen hegyen jégcsákányt vágtam Pat mellkasába? Sokkal kisebb vagyok nála. De a férje magas volt. Aljas dolog ilyet mondani egy olyan emberről, akit nem is ismer. Geligent sem ismertem. Maga igen? Semmi vész. Azért szóljon, ha mégis eszébe jutna valami 1994-ből. Jó reggelt, Nét. Charlene. Szóval... Hallom, hogy lefekszik Meggel. Mi a csuda van magukkal? Folyton kimondják, amire gondolnak. Nos, csak egymásnak nem. Őt ne szekálja agyon. Valaki elvitte Pat Geligent a hegyre. Mondja, nem sejti véletlenül, ki lehetett az? Nem. De kérdezősködhetek. Hálás lennék érte. Ennyi év alatt sosem jött össze Charlene-nal. Nem. És ha még egyszer felteszi ezt a kérdést, nyersebben válaszolok. Jacob, mi a titka a kutyával? Magára miért nem ugat, miért nem vicsorog? Mi a titka? Talán csak kedvel engem. Hát persze. Igen. Azt hiszem, zuhant az IQ, mióta megnéztük ezt a filmet. Szerintem Rocky is veszített néhányat a furgonban. A film hatalma. Hé, Charlene-nál ma nagy tömeg lehet. John mindig oda volt érte? Ó, igen. Már apád idejében is. Igen. Képes lett volna Petet eltenni az útból? Na jó, hadd javasoljak valamit. Mi lenne, ha ma este elfeledkeznénk a gyanúsítottakról? Hiszen ez az első randink. Jó ötlet. Imádom az első randikat, rejtélyesek. Vajon csókolózunk az est végén? Majd meglátjuk, hogy alakul a program. Hé, tudod, kérnék tőled egy szívességet. Kell hozzá testápoló? Nem. Csak el kell intéznem valamit Charlene-nal. Mert tennéd, hogy két napig gondoskodsz Rockyról. Ó, egy randi, és már is rám bízod a kutyát. Bizony. Nevezhetjük ezt viszony. Képes volt itt hagyni. Mi történt? Ez egyszerűen beteges. Hé, mi történt? Valaki lemészárolt egy kutyát. Meg. Jóságos ég! Ez Luke, Thompsoné kutyája. Stephen Thompson. Akit kimentettük a hegyről? Igen. Az enyémek hol találta? A kesztyűt egy kocsi alatt a kést meg Thompsoné kutyájában. Mi? Luke-ban? Ez szörnyű. Bing. Ellopta a borjaimat, ezeket is ő vitte. Bárki elhozhatta a kést, maga is használhatta. Én? Igen. Na, ez a különbség a spekuláció és a tény között. Ahogy ne érthető. Gondolod, hogy Bing tette? Nem.
Az egész este a fogadóban iszogatott, legalább egy tucatnyian látták. Ezzel biztosan nem keverné gyanúba magát. Már régóta nem jártam ide fent. Sosem szerettem kempingezni, de Petnek sikerült meggyőznie. Vele szívesen feljártam ide. Kettesben voltunk. Te is itt fogantál meg. Csodás, köszönöm. Túl sok infó volt. Jó, hogy nem egy furgon hátuljában készültem. Te voltál a mindene meg. Az élete értelme, a szeme fénye, a boldogsága. Többet jelentettél neki, mint bármi más. Ha elment, annak én voltam az oka, nem te. Anyu, hiszen nem a mi hibánk volt, hogy elment. Egyszerűen képtelen volt nyugton maradni. Honnan tudtad, hogy ő az igazi? Megéreztem. Megnevettetett, olyan jó pofa volt. Csak úgy tudtam. Elintézhetnénk? Persze. Gondolkodtam azon, milyen nagy szavakat mondhatnék. Nem vagyok vallásos. Emlékszel a könyvre, amiből felolvasott? A kis herceg. Imádtad, hogy egy pilótáról szólt. Igen. Tudod, a végén a kis herceg haldoklik. És szerinte nem kell szomorkodni, mert ha elmegy, a csillagok közé tér és boldog lesz. Apura is így gondolok. Amint a kozmoszban száguldva nevet. Szerintem ő is azt szeretné, hogy így emlékez rá. Ég veled. Na jó, akkor éhez csak. Szerinted izgat? Átvertelek, nem vagy te olyan kemény. Jó fiú, jó fiú, jó fiú. Bocsánat, meg elutazott, és én vigyázok a kutyára. Ez érdekes. Két nap múlva itthon lesz. Majd akkor visszajövök. Igaza volt. Repülővel vitték Kelligenéket a névtelen hegyre. A pilóta neve Paul Simon. Mint az énekes? Igen. Hogy találhatnám meg? Nehéz lesz, ha nem lát szellemeket. Polt halára késelték Anchorage-ban egy héttel ezután. Ez nem minden. Megtudtam, hogy Galligan 25 ezret nyert az előző éjjel pókeren. Max egy hónap múlva előállt 3000 dollárral. Vagy megölte Galligant a pénzért, vagy a harmadik ölte meg Galligant, elvette a pénzt és megvette Max hallgatását. Maga miről beszél? Az az érzésem, hogy nem Max tette. A gyilkos még szabadon jár. Leállíthatnánk a forgalmat a kettes sugárúton a könyvesboltnál. Azzal megnövelnénk a költségeket. Oh. Nézze, közbeszólhat? Üdv, Nate! Üdv. Jóban vagyunk. Egyelőre. Mit tehetek magáért? Hallottam, hogy Ed itt van, a bankról kérdeznék néhány évre visszamenőleg.
Ahhoz jó a memóriám, pláne pénzügyekben. Helyes. A forrásaim szerint Pat Galligan nyert egy rakás pénzt pókeren. Ó, igen, Pat, imádott játszani. Igen, úgy van, többször is játszottam vele. És maga? Játékos? Nem vagyok olyan merev, mint hinni. Régen még motorom is volt. Bizony, Ed féktelen volt. Pat folyton kis tételekben játszott, kétlem, hogy nagyot kaszált volna. A forrásaim mást állítanak. Küldött a bankba pénzt az utolsó hegymászás előtt? Nem, egyáltalán nem rémlik. Tehát Pat nem tett be pénzt. És Max néhány héttel később megveszi a lapot. Jacob pedig letette a foglalót az első repülőjére. Bing megveszi a vontatóját. Hirtelen mindenki pénzhez jut. És mi még azon tanakodunk, honnan szerezzünk pénzt az új tanítóra. John távozik a tavaszi szünetben, az éjjel közölte. Ilyen hirtelen? Miért távozik? Ki tudja, azt mondta, ideje. Keres valamit? Kopogtam. Ó, és mivel nem jött válasz, gondolta, beengedi magát. Ilyen egy kisváros. Mit szeretne? Hallom, hogy távozik. Nem hittem volna, hogy ez bűncselekmény. Nem is állítottam. Tudja, Charlene, hogy érez iránta? És Pat, tudta, mit érez? Keresnem kellene egy ügyvédet? Nem tudom. Kellene? Az este láttam a moziban. Jó sokan ott voltak. Köztük maga is. De én nem döftem ki és Tomzoné kutyájába. Ahogy én sem. Valóban erősen mozultam Charlenehoz. De hiába, még Pat távozása után meggyilkolták. Érdekli, hol voltam 94 novemberében? Arizonába mentem a nővéremhez. A lehető legmesszebb menekültem Charlenetől. De visszatértem. Pat addigra eltűnt. Tudja, jó időbe telt. Hosszú időben rájönnöm, hogy Charlene sose lát annak, aki vagyok. Ő csak azt látná bennem, hogy ki nem vagyok. Pat. Akit egyébként nem én öltem meg. Hogy képes ennyi éven át tétlenül nézni Charlene-t más férfiakkal? Nekem is volt esélyem. De nem léptem. Annyira lefoglalt a sértett lelkem, hogy nem fogtam fel, mit hagyok ki. És most? Már túl késő. Vagy még? Te merre vagy? Alaszkában. Alaszkában? Ugye csak ugratsz? Már rég telefonálnom kellett volna. Hidd el, akartam. De azt se tudom, mit mondjak. Úgy sajnálom. Tönkretettem az életedet. Nate, egy 24 éves drogos tette tönkre az életemet. Te rendes voltál. Ezért mentél Alaszkába? Istenem, mekkora idióta vagy.
Na húzz el szépen a tundráról, és gyere haza. Ha bűntudatod van, inkább fest ki a házamat. Jó, szívesen. Kivéve, ha még mindig csúnya zöldre szeretnéd. Mi van, az ízlésemet kritizálod? Könnyen megteheted 5000 kilométerre. Jut eszembe, tudod, kit láttam a múlt héten? Carmichael-t. Az meg ki? Emlékszel arra a Vézna erkölcsrendészre? Tényleg? Most már a háromszorosára dagadt. Hé, fiúk! Ez mi? Szarvas! Vadászatért nem bírságolhat sheriff. Eszemben sem volt. De elállják a kereszteződést. Menjünk! Csicsakó! Meghallottam. Csöndet! Nyugodj már meg! Nyugodom! Ó, ez puszi lenne! Hát, már megszerettél? Istenkém! Végül is tudsz te kedves is lenni, ha akarsz. Magatokra hagylak titeket két napra, és ez lesz. Korábban jöttél. Szia, szép fiú. Menj ki egy kicsit levegőzni. Futkároz. Úgy gondoltam, megleplek. Díjazom az ötletet. Hiányoztál. És hoztam neked ajándékot. Ajándékot is kapok? Mit hoztál? Jéha! Jéha! Nézzenek oda! Hé, ne cukold a csizmádat! Nem, komolyan, mert ez nem is csizma, hanem... Azt jelenti, szeretnéd, hogy maradjak hosszú, hosszú időre. Meg lehet. Helyes. Akkor gyere hozzám. Istenem, tudtam, sejtettem. Ha szexet kap és melegített, már is feleségül kér. Szeretlek. Nem gondolod, hogy a házasság mindent elront? Mondom, szeretlek. A csodába, én is szeretlek téged. Rokit, elkapta valami. Naj meg, mit művelsz? Megvédem a kutyámat. Add a puskát. Neked van sajátod. Valaki ide csalta a medvét szarvashússal. Bárki volt, tudta, hogy Rocky szembe száll vele. És ha Rockyt elkapja... El akarod intézni? Nem. Még nem kéne itthon lennem. Ki tudja, hogy 9 milised van? Az egész város. Pontosan! Ilyen pisztolyjel egy éhes medve darabokra szaggatna. Valaki erre bazírozott. Nate megkérte a kezemet. Mit válaszoltál? Hát... azt hiszem, semmit. Nem is válaszoltál. Hidd el, akartam én, csak aztán már nem tudtam. Szereted őt? Igen.
akkor menj hozzá, és kapaszkodj az érzésbe életed végéig. Kapaszkodj erősen. Igyekszem. Tudod, én sosem akartam mást, csak hogy boldog légy. És magadnak miért nem kívántál boldogságot? John elköltözik a városba. Tudom. Anyu, ő szeret téged. Rendes ember, a világon bármit megtenne érted. Ez nagyon fontos. De vajon elég? Azt hiszem, ez tőled függ. Igen? Nét? Csak egy pillanat. Meg elmesélte a nagy hírt. Olyan boldoggá tettek vele, és ha összetöri a szívét, kinyírom. Ó, hát köszönöm a figyelmeztetést. Nem tréfáltam. Oké. Helyes. Hé, hey, Charlene. Tudom, hogy összekaptak Pat halála előtt, de visszajött volna. Az én szakmámban kiismerjük az áldozatokat. Sokszor jobban, mint életében ismerték. És Pat visszajött volna. Köszönöm. Ez a legkedvesebb, amit valaha mondtak. Főleg, hogy akitől hallom, nem akar ágyba vinni. Na hát, milyen jó pofa. Megmondtam. Mind az időbe telik. Tudom. Üdv, Nét. Igen, tudom, én magam is hallottam a városban. Szerintem túlzásba esett. Igen, gyűlés. Jó, már is beszélek vele. Rendben van. Mindjárt jövök. John, várj! Várj! Mit akarsz tőlem? Szeretsz engem? Szeretsz? Szeretni akarlak, tényleg, és ha maradsz majd, megpróbálom. Látod, ez a különbség köztünk. Én tudom, hogy szeretlek, csak hogy nem bírom tovább. Nem ülhetek könyvekbe temetkezve tettetvén, hogy nem fáj, amikor mással bújsz ágyba. Többé nem lesz senki más. Esküszöm neked. Abba, hogy elutazol, belesajdul a szívem. Kérlek, kérlek, ne menj el. Rendkívüli tanácsülést hívtak össze ma estére. Figyelmeztetnem kell. Nem tetszik nekünk, ahogy a közelmúlt eseményeit intézte. Több gondunkakat mióta alkalmaztuk, mint azelőtt. Van egy gyilkosság, egy öngyilkosság, egy lemészárolt kutya. Jó, és ne feledjük a lopott horgász cuccot. Nagy baklövés volt, hogy felvettük, hogy egyáltalán egy idegent választottunk. Egy külsős felvétele igenis logikus volt. Az meg lehet, de a kevésbé törvénytisztelő állampolgárok ezt kihívásnak tekinthetik. Hé, mostanában alig estünk egymásnak. Az igaz. Szót kaphatnék? Hogyne. A problémáik nem velem kezdődtek, hanem 15 éve, amikor megölték Pat Galligant. Bárki volt a gyilkosa, még itt van is. Ugyanaz az illető ölte meg Max Haubeckert. Ugyan már. Nem. Max bűntudatból megölte magát. A gyilkos ezt akarta elhitetni. Ez bolond beszéd. Arra esküdtem, hogy megvédem a várost, és ezt fogom tenni. Mától kezdve hivatalosan újra megnyitom a Max Haubecker ügyet gyilkosságként. Mi? Most szórakozik? Nyugalom, nyugalom! Úgy érzem, csak az időnket rabolja. Szavazásra bocsátom az ügyet. Na, álljunk csak meg! Indítványozom, hogy a mai naptól mentsük fel Burns sheriffet a szolgálatból. Szerződést kötöttünk, Ed! Ki van mellette? Ki ellenzi? Győztek a támogatók. Maga mehet? Mi? Ez nevetséges. Ezt nem tehetik. Nem állíthatják félre csak úgy. Önkényesen leváltak. Rendet a teremben. Sheriff, már nem vagyok az. Elnézést. Mi a gond, Steven? Luke a szüleink kutyája volt. Igen, tudom. És nagyon sajnálom. Egyébként csináltam valamit, amit nem lett volna szabad. Ezt elhoztam a barlangból.
A tetem mellett hevert. Apunak nem volt kilőve a füle. És Maxnek sem. Átadom az állami rendőrségnek. Köszönöm. Átadod nekik? Hogy-hogy? Képes vagy csak így meghátrálni? Hiszen kirúgtak meg! Igen, meghátrálok. Mi tartana vissza? Megkértem a kezedet, de válaszra sem méltattál. Nem adhattam választ, amíg nem tudom, hogy hol akarsz lenni. Felhívtad? Felhívtad a társad nejét? Igen. Ez jó. Tehát nem bűntudatból maradnál, már nem menekülsz. Szeretlek, Nate. Jobban szeretlek, mint hittem, hogy szerethetek. És szeretnélek boldognak látni. Ha Baltimore-t ez boldoggá, menj! Légy ott! De ha maradsz, vedd fel a harcot. És küzdj kitartóan. Van valami? Nincs. Még egyszer át kell néznem. Tudom, hogy láttam ezt a fülbevalót. Biztos, hogy itt volt közöttük. Gyere! Nem a legjobbkor jött. Meg? Látom, elbeszélgettetek. Meg is van. Tudtam, hogy láttam. Íme apád gyilkosa. Alapítók napja. Hát nem jó pofa. Kérlek szépen, menj haza. Nem megyek, amíg le nem tartóztatod. Jól ismertem, erre megöli aput és Maxet. Jól van. Meg kell várnunk Coburnt, a felvonulás végén jönnek. Megvárjuk, hogy átadhassuk a gyanúsítottat? Igen, ma senki sem sírja. Burns! Meg! Burns! Burns! Nate, az alapítók napját ünnepeljük az ég szerelmére. Mi történik itt? Coburn letartóztatja be egy gyilkosát. Ki az? Hogy ért ide ilyen gyorsan? Egy gázolásnál jártam a közelben. Elmondom, hogy legyen. Megvárjuk a felvonulás végét. Túl sokan kerülnének veszélybe. Várjunk csak, magát nem rúgták ki? Ha van itt parancsnok, az a helyettese. Ó, felejts el, Lunacynak mázlia van Burns sheriffel. Egyet értek. Ők meg mit keresnek? Remek. Mi a fene ez? Kértem, hogy ne jöjjenek a felvonulás végén. Én döntöm el, hogy kik jönnek ide, és mikor jelennek meg. Aggódjon érte, mert golyót ereztek a fejébe. Ahogy Maxel is tette. Igen, mert kénytelen voltam rá. Errefelé csak így lehet talpon maradni. Ezt már úgysem úszhatja meg. Ha egy lépést is tesz, lelövöm. Ha nem dobja el a pisztolyt, kinyíratja őt, ahogy a társát is kinyíratta. Ugye ezt már nem tudná elviselni? De én el tudnám. Meg? Ismert engem maga szemét. Ha bántani meri, lelövöm, mint egy szarvast. Maga ölte meg az apámot. Meg! Menj vissza! Nem hagyhatom, hogy bántsa! Én sem hagyom, de tedd le a pisztolyt! Hé!
Meg! Meg! Eltalált! Ha valaki ma meghal, csak maga lehet. Mi az ördögöt művel? Dolgozom! Ez az én városom! Tegye le a fegyvert, maga mocsom! Maga Pollon Burns! Még csak nem is tartozik ide! Meg! Meg! Bilincselje meg! A legnagyobb örömmel, sheriff. Menjünk, Ed! Jól vagy? Kicsim, nagyon fáj. Hívd gyorsan orvost! Már is. Anyu, nyugodj meg, semmi kész. Jól vagy? Igen. Jól vagy? Eltalált? Nem vészes, csak súrolt a karomat. Áú! Úristen, de fáj. Persze, ott. Tégy egy szívességet. Soha többé ne csinálj ilyet. Rendben. Ed ügyvédet váltott. Valami külsős nagymenőt választott. Úgy tudom, azt állítja, hogy önvédelem volt, mert Pat bevadult a drogoktól és rátámadt. Na és a pénz? Azt mondta, nyerte a 25 ezret, ami 94 novemberében felbukkant a számláján. Ez isteni. Nem kell izgulni. A Mackie fivérek adták el neki a szarvashúst. Nem beszélve arról, hogy rengetegen felvették a mobiljukkal, amint rád lőtt. Mind tanúskodnak. Sétáljunk le a folyóhoz. Ó, ez jól hangzik. Ott ledőlhetünk és szeretkezhetünk, amíg ki nem dőlsz. Na, ez még jobban hangzik. Nem bírnád a hideget? A hideget? Már nem zavar annyira. Azt hiszem, végre megszoktam. Nem rossz egy csicsakótom. Már nem számít az annak. Te is közénk tartozol. Nem válaszoltál a lány kérésre. Ó, persze, tényleg, akkor. Igen. 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 Magyar hangok. Hámori Eszter, Málnai Zsuzsa, Damu Roland, Kárpáti Levente, Saráti Zsolt. Magyar szöveg Vajda Evelin, hangmérnök Józsa Levente, vágó Szemerédi Gabriella, gyártásvezető Derzsi Kovács Éva, szinkronrendező Kertész Andrea. A szinkront a TV2 megbízásából a Masterfilm Digital készítette.